Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! 4 óra van. Nekiindulunk a túránknak. Elhagyjuk a pihenőhelyet. Irány a határ, irány Salzburg, itt van nem messze, nem sokára lépjük a határt. Remélem kevesebben lesznek, mint tegnap délután lettek volna, vagy inkább este. Az éjszaka nagyon jól telt, jól kipihentem magam. Hát így is közel 10 órát pihentem. Megyünk, haladunk, sötét van, látnivaló nincsen. Majd jövök. A határon főleg. Érkeztünk a határra. Nem voltunk messze tőle. Nem is tudom mennyit jöttem. 4-5 kilométer. Itt a tábla. Republik Deutschland. Bundesrepublik Deutschland. Megyünk a kontrollplachoz. Korábban 4 óra 20, 10 perce jövök körülbelül. Buszokat általában megnézik, így jártunk most is. Újra tervezés. Na és akkor átjöttünk a kontrollon. Már mehetünk is tovább. Megérkeztünk Münchenbe. Biztosan izi hert, tartsunk balra. Egy röpke 2 óránkba került, úgyhogy 6 óra van most. Úgy szeretnék kilátni. A következő kereszteződésben, ami igazából hát körforgalomnak is láthat, az ott kellene, hogy jobbra menni, majd utána át a hídon, és akkor úgy beleveszni az egészetbe, GPS-vétel. Most keresztül megyünk rajta, mint a buzat. Ilyen korán talán nincs is nagy forgalom, de azért nem akarom elkiabálni, mert ki tudja még, hogy mi lesz. De nagyon bízom benne, hogy simán át tudunk rajta kereszteni. Belőle nagy gond. A 96-ost keressük.
60-at adtak meg nekünk, azzal szerintem így simán még is lehet. Érdemes lenne kicsit balra tartani, mert mondjuk hát innen, ahol a műszerfalra vagyok ragasztva, főleg az ön mellét látom, és ez nem nagy élmény, de mindegy. Szóval innen, ahogy azért egy kicsikét hátra pillantok, azt látom, hogy ebben a forgalomban önt rohadtul nem fogják beengedni később. Úgyhogy menjünk balra. Nincs GPS vétel! Felmondok! Nagyon logikusan, de nem fönn a utcákon kevergünk, meg a lámpákon át, hanem itt végig lehet menni 60-nal. Érdemes balra tartani, mert utána nyilak lesznek, bizony. És egyébként tök normálisan, hogyha mindenki betartja ezt, és mindenki 60-nal megy, nincsen torlódás, nem szokott az lenni. Simán végig lehet menni. Hmm. 127 kilométerre vagyunk egyébként a lerakótól. Hát hogyha még egy 2 óra, akkor is 8 órára ott vagyunk. Ugye nekünk 8-tól, nem is tudom, 10-ig vagy 11-ig van megadva a lerakás. Tanultam vezetni, akkor azt mondta az oktatók, hogy ha szólok, hogy jobbra vagy balra, akkor arra kell menni. Ha nem szólok, akkor egyenesen. Hát szóltam én? És hát ugye tegnap fölhívtak, vagy hát tudomásomra hozták, hogy 11-re üresnek kell lenni az autónak, hát remélem, hogy így is lesz. Most akkor jó szórakozást kívánok, mert nincs GPS vétel, és én akkor nem is zavarom. Átmentünk vakond üzemmódba, többet vagyunk a föld alatt, mint a föld fölött. Nézem a térképet, egyenesen. Hát úgy előre a szekérrel. Tarts jobbra szerintem. Azt hiszem. Nézegetem a térképet egyébként, hogy merre megyünk utána. Hát nézd, figyelj. Tarts jobbra, aztán majd legfeljebb szólok, amikor be kell húzódni. A következő kereszteződésben, ami igazából hát körforgalom is láthat, az ott kellene, hogy jobbra menni, majd utána át a hídon, és akkor úgy beleveszni az egészetbe, nincs GPS vétel. Jobbra lenne érdemes tartani egy picit, mert utána csak cikcak van. Hát és akkor most jobbra tartva irány a 96-os. Mi ez a szar zene, amit hallgatsz egyébként? Vége.
átvergődtünk rajta. És akkor itt most megteszünk 8 kilométert. Szám autópályát is, 6 kilométerre vagyunk a cégtől, 980-as számú pályára fölkanyarodunk egy picinkát, ebben is megteszünk majd egy 3 kilométer. Kilométert, aztán onnantól kezdve már mindezen tesszük meg az autópályáról. Valami másodrendű úton szedjünk fel egy nőt, és hát... Ha lehajtunk az autópályáról, itt már írják a települést, ahova megyünk. Három kilométer és ott vagyunk. Menjen szépen egyenesen, de csak addig, amíg jobbra nem kell menni. Jobbra.
hát hihatoltunk. Istenem, én tulajdonképpen két dolgot gyűlölök, a komfort meg az alagutat. De ez például egyik sem, hanem körforgalom. És nem sokára oda is érünk. Ez a kempteni rész. Sok mindent szeretek, mondjuk a kompokat azt nem, az alagutakat is csak akkor, ha van GPS vétel, de a körforgalom, hát azt annyira imádom, az jön, majd az első kijárat tök jó lesz. Képzeld el, találtam egy kondenzátort, már itt mellettem, az is kínai gyártmány, megfogtam, és akkor átütött rajtam, egy körforgalom jön. A Duna, jó. Rögtön az elsőnk is megyünk. Oh, körforgalom, imádom. Az első kijáraton kell meg kimenni. Megérkeztünk a településre, melynek neve Durak. Hát hogy balra kell majd menni. Majd. Nem csinálták valami nagyon főre ezt a átjárót, épp hogy átfértünk. A második utcán, ha bemégy, akkor utána rohadt sokat fogunk kerülni, de azt is meg tudom oldani. Egyébként a harmadikon kell balra fordulni. És utána fordulj balra. Az ember GPS, akkor ilyeneket mond, hogy balra, és utána majd balra. Balra kell menni a harmadik utcán, hogy ott mi van. Megyünk be valami ipari parkszerű részre. Fáj egy gyomrom, a következő utcán nem, hanem a második utcán jobbra megyünk. A második utcán jön, hát arra is megy az út, úgyhogy nagy variáció nincsen, és utána egy jobbra. Azt gondolom, jobbra. Ó, oh, jé. Yeah. Hát valóban megérkeztünk. A kollega is elmegy innen, az jó. Itt van az ősz, itt van újra, meg mi is.
meg kell keresnünk, hogy melyik lesz az. Szerintem jártam én már itt, akkor nem jó helyen vagyunk, ha itt jártam. Mert az a másik felén lesz felerakó szerintem. Helyem. Ajajaj. Biztos is, hogy nem jó helyen vagyok. Na mindegy, beállok ide, aztán megkérdezem, az a biztos. De itt már van a térkép, úgyhogy már jók is vagyunk, mindjárt lefényképezem, azt megyünk tovább. Persze, hogy nem jó helyen vagyunk. Úgyhogy most ki kell hatoljak. Körbe kell menni, mert másik felé lesz a lerakó. Voltam én már itt, akkor is ugyanezt eljátszottam, csak akkor még azt hiszem tél volt. Itt kell bemenni majd jobbra, és akkor oda vissza kell konkorodni. Azt hiszem, emlékszem is, itt van egy bolt jobbra lent, igen. Itt töltöttem a hétvégét, ha minden igaz. Igen, itt hétvégéztem. Egész pontosan ide álltam be jobbra. Úgyhogy voltam már itt, úgyhogy arra tovább kell menni. Hátul fognak minket leszedni. Itt. Itt kell bemenni, aztán meglátjuk. Azt mondták, hogy itt kell várakozni. Megjöttünk. Lerakás vége, kihatolunk a cégtől. Mutatja is itt, hogy LKW Ausfahrt, vagyis kijárat az balra. Innen indultunk, ugye? Nagyobb ívbe kell venni a kanyart, mert elmegy a tábla. Mindjárt megoldjuk. Ahogy. Sokkal jobban kell kiengedni a történetet. Visszaállok én oda, hogyha lesz ott hely.
Keresek itt valahol egy megállót, aztán valahol felteszem az autót. Itt most aztán foglalt minden. Itt megállok itt, aztán jó napot kívánok. Igen, elférnek tőlem. Vége, nem lók ki. Jó helyen vagyunk itt megint, ahol vagyunk. Igen, megjött a munka. Irány München. Onnan pedig Feldkirchenbe fogunk menni. Újra tervezés. Az a baj, hogy Bundesen kell mennünk német vagy Münchenbe. Azt látom a térképen, hogy egy piros csík megy a következő utcán, nem a következő utáni utcán jobbra. Mit jelent? Jobbra? Kanyarodjon le valahol, ahol hát úgy sikerül. Lász egy körforgalom, a második kijáraton fogunk majd kimenni. Ah, egy kör alakú dolog, amiben bele lehet menni. Második kijárat. Na most a második kijárat, az a jó. Mi a kannibál gyerek kedvenc sütije? A tért kalács? Na jó, oké. Szent Mangba érkezünk, itt Kempenennél. Ha enged minket, mehetünk. Hát 135 km kell, hogy ledaráljunk itt most, és végig Bundesen kell, hogy menjünk. Nagyon-nagyon-nagyon sokára majd megyünk jobbra is egyszer. De ettől még nem kell rángatni a kormány, nem kell megijedni, nem kell lenézni a pedára, hogy na mi van, mert neki fogsz menni mondjuk valami sószóró autónak és felnyással. Az jó, balra irányjelzőzik, aztán jobb oldal is álbolom marad. Fog ez menni. Ja, hiperaktív lettem, ittam egy kávét. A harmadik utcán menjünk jobbra. Irány a 12-es München. Ficikém, jobbra megyünk. Itt nem, de? Hát jó. Elmegyünk egy kicsit a B12-re.
megteszünk most 2 kilométer. Milyen modern templomukban. Én mindig azon gondolkodtam, hogy ha mondjuk egy térkép az én térképem nem jó, és azt mondom, hogy forduljon jobbra, és ott tegyük fel, nincs utca, mert fal van, az utóbbi 35 évben, akkor ön vajon befordul-e? Nem ismersz a pallájt? Jobbra megyünk mindjárt. Irány jobbra, B12, igen. Na Mizu, menjünk jobbra. Sokat ülsz autóban? Települést elhagyjuk. Ez az Bubi, nyomja neki! Nem tennek vége. És aztán mehetünk 18 km. Tarts jobbra! Letérünk a B12-ről, áttérünk a 472-esre. Sálok, de jobbra! Ezt az útvonalat adták meg nekünk. Erre kell mennünk. Székrekedésed van? Fingom sincs. Itt most megyünk 5 kilométert. Aztán maradunk tovább a 472-esen. Településre értünk. Szerintem elég sok elő fog fordulni belőle. Ugye Bundeszen vagyunk szinte végig.
nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mégy, tudod, mert én végül is egy viszonylag strapabírótokban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is. Igazság szerint vannak unalmas dolgok a navigációban, komolyan. Például, amikor az ember azt mondja, hogy mindjárt jobbra megyünk, tarts ki, vigyázz, meg ilyenek. Harmadik utcán jobbra kell menni. Ez a helyzet. Oké. Okay. És úgy is van. Jobbra tovább. 472-n. Mindig szépen be tudtunk kanyarodni. A második utcán minden jobbra fordul. Még te is. De jobbra! Ó, jön egy körforgalom! Hagyd nézzem, apu! És akkor elhagyjuk a települést, irány tovább. 472-es. Járat lesz jó a körforgalomban, amely hát kör alakú. Másodikon ki. Nagyon szép ez az út, nagyon szép. Annó ide hoztam ki a lányokat, de túl sok mindent nem lehetett velük csinálni. Én nem tudom miért. Egyre inkább meggyőződöm arról, hogy az embernek jól kell ahhoz kinézni, hogy hagyjanak neki valamit csinálni. Valószínűleg ez így függ össze. Szokták mondani, hogy rámenőség. Én nagyon rámenős voltam, de hát szemüveges fiú ezt csak kétszer próbálja meg, aztán rájön arra, hogy erre egyszerűen nincs pénze. Most megteszünk 21 km a település keszkéről. Bertolzhofenbe érkeztünk. Szembe rögtön egy gyönyörű templom.
és aztán hagyjuk el a települést. Hongau következik 21 km múlva. Irány jobbra, tovább a 472-n. Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. Menj tovább több mint 300 kilométert. Hát most ez van. Nézd, az is lehet, hogy elszámoltam. Azon gondolkodtam, hogy még egyszer ellenőrzöm az adatokat, jó? Mert lehet, hogy valahol egy előjelet elszúrtam. És lehet, hogy igazából egész rossz irányba megyünk. Nem tudom, látszik-e? Folyón megyünk át egy szép hídon. Elég mocskos színű. És itt most megteszünk 10 kilométert. Öppen-Piesenberg. Jó, kimondhatatlan nevű település. Szépen, nyugodtan, egyenesen közlekedünk előre. Se jobbra, se balra, egyenesen. Elmondom el a kedvenc üzeneteimet addig, hát most úgy is ráérünk, hogy újra tervezés. Ez olyan jó pofa. Egyrészt ugye simán félreérthető, tudom, nem nagy vicc, de én nekem mindig ez ugrik be a gimnáziumból, hogy újra tervezés, mert hát végülis újra és marokra terveztem a tínédzser éveim alatt főként. Hát végül is igen. Végig gondoltam, hogy ez hogy érthető félre, hogy én mások újjára. Nem, mások azért minden. Hogy másrészt pedig volt még a kedvencem, hogy elmúlt a GPS vétel, és akkor ilyenkor mit lehet csinálni? Mondjuk egy normális GPS ilyenkor, hát fanyolok, hogy foly, de én mondjuk bepánikolok ilyenkor. Van még egy, majdnem elfelejtettem mesélni, a kompon hányok. De tényleg, tehát folyamatosan hányok a kompon, ez most nem egy feature, hanem hogy tényleg. Tehát sajnos ez az egy, amit nem bírok, tudom miért mentem GPS-nek, de hát ez az egy, amit nem bírok, azon kívül minden. Azt is bírom elméletileg, úgy értem, hogyha valaki 370-nel megy, mert nyilván ne csinál, mert hogy nem szabad, de hogy azt is bírom. Nagyon hosszú lére fogta a mondókáját László. Szép hosszú egy település ez. Elég sokat kanyarodunk itt benne. Meg van egy szár sem. Én értem, hogy van légzsák, de ennyivel? Jó, meggurultunk. Nem akartam.
aztán településnek vége, úgyhogy itt most már hatunk tovább. Itt pedig egy kunkorral rácsaparodunk autóútra. Nekünk jó, mert ott 80-nal lehet menni. És akkor már robokhatunk is. Irány a kettes. Bicikli! Bicikli! Nincsen. Nézed el, találtam egy kondenzátort, már itt mellettem, az is kínai gyártmány, megfogtam, és akkor átütött rajta, egy körforgalom jön. És akkor itt most belecsatlakoztunk, hogy mehetünk is. Egy olyan körforgalom jön, amelyben sok kijárat lesz, de nekünk csak a kettes kijárat fog megfelelni. Irány tovább a kettesen, irány München. No, a második kijáraton csúcs. Mi lenne, ha drámaian mondanám? Körforgalom jön. Ez inkább idegbeteg. Hát ez majd 3 km múlva jön. És 55 km-re vagyunk a felrakótól. Weilighelmbe érkezünk.
azért az adjuk az élet. Na, a lámpa megfog minket. A lámpa elengedett minket, hát ez most már ilyen ipari parkrésznek nézem. Lolli, ezt ad el a körforgalom? Ha, a második kijárat, muy bien. Számolja, számolja, egy, kettő és ott ki. A vadász az erdőben megbotlik egy kiálló gyökérben és véletlenül tökön löki magát. Viszik szépen a kórházba, úgy ahogy összefoldozzák. Műtét után az orvos azt mondja, itt egy barátod címe, délután keresse fel. Ő is orvos? Nem, furulja a művész, megmutatja magának, hogyan rakja az ujjait, hogy ne pisálja szembe magát. És akkor itt most megyünk 21 kilométert. Körforgalomig. Aztán 51-re pedig ott lesz a felrakód. Starnbergbe érkezünk. Nézem, ne aggódj, ne tekerd a kormányt, ne idegeskedj, hagyjál békén, majd, nem, balra, majd. Engedett minket. Hát jövünk majd a sűrűbe. Tulajdonképpen most egy kicsit elveszítettem a fonalat. Elég jó behatolunk ide a felvárosi részre. Itt azt mondják, hogy menjünk arra.
balra. Hát én most itt jó keresztbe álltam. Jön egy körforgalom, hagyd nézzem, apu! Hát sikerült bekanyarodni. Jó, följöttünk. És akkor elhagyjuk a települést. Irány a körforgalom.
második kijárat lesz, Pubi, a körforgalomban. Ben vagyunk? Oké, második kijáratok. Istenem, én tulajdonképpen két dolgot gyűlölök, a kompot meg az alagutat. De ez például egyik sem, hanem körforgalom. Lesz majd 2 kilométer múlva. Lesz egy körforgalmunk. Ha, Kubi, örülünk? A második kiáraton majd kimegyünk. A második kiárat az az. Angyal szállt át a kocsin. Igen. Keresjük az autópályát, most itt megtéve 7 kilométer. Hát nem sokára érkezünk a 96-osra. Elégén gundeszeztük az egészet. De szerintem ez egy körforgalom. Mára mi jön? Úgy örülök. Az első kijáratok kell majd kimenni, de mindegy. Szóval, hogy körforgalom. Majd tarts, az első kijáratot megtalálod? Hajts ki rajta. Tartsunk balra, az jó lesz. Érdemes balra tartani. Irány München 96-on. Nem tudom, milyen ez az autó, komolyan. Csak azt észlelem, mert ugye GPS vagyok, hogy marha lassan megyünk. Nem, én nem mondom azt, hogy gyorsabban megyünk, mint ahogy lehet, de azért ez totyogás. És innen 15 kilométerre van a felrakónk. Jó sokat bundeszeztünk egyébként, reggel ezen jöttünk a 96-oson. Irány végre egy kis autópálya. Ezen most megteszünk 7,4 km. Úgyhogy haladunk. Ha letérünk jobbra, 99-es felé. Ezen is megteszünk most majdnem 2 km. Az autópályáról. Jó? Hát egyrészt arra kell menni. Másrészt sok mindent szeretnék megmutatni neked, mert olyan szépi vagy. És akkor itt most megteszünk egy kis 600 métert, azt már térünk is lefelé. Hajtsunk le az autópályáról. Arra, nem most, ne, nem most, hanem picit később. Menjünk be Münchenbe. Balra! Hogy majd ba...
balra kell majd menni. Na, a második utcán viszont balra megy. Ebben a pillanatban értünk Münchenbe. Már megyünk itt balra. Most balra fordulósat játszunk. Megtennéd, hogy egy kicsikét lassabban mégy a kátyukkal. 4 kilométer múlva pedig meg is érkezünk a felrakóra. Ha engedett minket. Azt hiszem, hogy majd később, de hogy tényleg ne aggódj emiatt, hogy szóval is nem sürgős, meg nem is kell erre különösebben készülni. Hát tudsz vezetni, mert tudsz, de hogy majd balra kell menni majd. Jó. Azt nézem, hogy hát balra kéne menni, majd. Balra. Nem tétje semmi, akkor szabad, megyünk balra. Go! Meg te is meg. Meg én is meg. Oh my god. Azért vannak unalmas dolgok az életben. Az ember itt ül egy ilyen icipici kis dobozban, és ilyeneket mondok, hogy majd nem sokára jobbra. Majd egyébként nem sokára jobbra megyünk, de az még odaébb lesz. Szóval, hogy itt ülök, és csak unatkozom. Sikeresen bekanyarodtunk. A második utcán mindenképpen jobbra fogunk fordulni. A jó barát megy, nem van a hagyjövőké. Picikém, jobbra megyünk. Mi a kannibál gyerek kedvenc sütije? A tért kalács? Na jó, oké.
Hát nagyon szép helyeken járunk, szó se róla. Marha bonyolult ez, most tényleg. Én végül is egy ilyen kisebb számítógép vagyok, és keverednek az adataim. Tulajdonképpen most el van a processzorom azzal, hogy rendbe hozzam magam. Ha úgy tetszik, ez egy ilyen számítógépes smink, de szerintem előbb-utóbb arra megyünk. Második utcán tessék balra fordulni. Utána pedig majd megyünk valamerre, és majd akkor elmondom, hogy merre. Lehet, hogy jobbra. Nem itt kell fordulni, hanem majd ott a másiknál. Az ember GPS, akkor ilyeneket mond, hogy balra. Aztán... jobb. Na, próbáljuk meg először. Menjen-e mondjuk jobbra? Itt pedig yes. Kapcsolat sorol. Yeah. Ott. Megjött a csillagő. Ki volt írva ide elé, hogy állítsuk le. Motor kérnek szépen rá minket, úgyhogy én leállítottam. Akarsz csinálni egy 300 ezer forintos számlát? Én azt gondolom, hogy jobbra is egy szebb világ vár bennünket, és majd oda megyünk, és addig is szerintem hallgassunk valami zenét, vagy nem. Egy kilométer. Erre vagyunk a cégtől. Hol de rendes vagy? Én nem vagyok benne biztos, hogy ilyen rohadt gyorsan kéne menni. Aztán lassan meg is érkezünk. Ennél kacifántosabban már nem tudtak volna minket hozni. Most! Jobbra! Itt jobbra? Itt oda behajtani tilosban. Az felejtős is. Újra tervezés. Így van, tervezni újra. Meg kell kerülni mindent, mert... Mi van? Átfestjük az autót pirosra? Belül? Ha szeretőd, legyek én. Jobbra megyünk, te meg én. Nem megyünk, mert itt teherre behajtani tilos van. Itt megyünk szépen keremaringóba.
körbe-körbe. Csinálok neked egy új, nagyon szép útvonalat, de azon aztán maradj rajta, jó? Az első utca utáni utcán jobbra fordulunk. Az én disznóm Ízike, jobbra megyünk Ízébe. Meg kell próbálni itt megfordulni jobbra. Mindjárt balra kell menni élesen. Az a baj, én nem tudom. Itt kell, de menjek, ha meg fogok őrülni. Na, fabrikál neked a bácsi egy új útvonalat. Szépet, fényeset, széleset. Jó, hogy rajta tudj maradni. De aztán nem elszúrni, ám. Igazából belenyúltam a zsebembe, és találtam egy csokit, de el kell mennem mosakodni. Balra kell majd mindjárt menni, addig szerintem állj meg. Az első utcán jobbra, nem, a második utcán, és balra. Eddig még nem volt teherre behajtani tilos. Ott viszont mutatja is, hogy arra kell mennünk, úgyhogy arra jó vagyunk, mert ott lesz a cég valahol. Köszönjük jönni. Menjünk el balra. Na, fog ez menni, meg kell nézni. Hát gyerekek, a jobb oldalon találtok egy szép házat, nézegessétek meg, utána ujjatok vissza az autóba, és balesetmentesen haladjatok tovább. Szerintem ez lesz itt balra. A felrakás vége van, fordulás van. Tizenkét tonna az egész. Akkor nekilódulunk, aztán megyek, ameddig tudok, és akkor ott szépen félreállok. Többit meg majd holnap folytatjuk. Újra tervezek. Tudod, mekkora meló? Na most elkezdjük számolni az utcákat, és a másodiknál fordulj balra. Nem biztos, hogy lehet. Amikor az ember GPS, akkor ilyeneket mond, hogy balra. Na, újra tervezek. Nem is egy újra, ötre.
újra tervezek. Tudod, mekkora meló? Szeretem ezt a... Simogatom meg a buksi fejeckédet. Újra tervez a bácsi. Jó? Balra. Hát én itt szívem szerint jobbra mennék. Ugyan sincs kizárom, hogy nem úgy teszek. Ha engednek inkább, akkor megyek jobbra. Újra tervezek. Tudod, mekkora meló? Jobbra! Nem neki menni. Jobbra! Ez azért nem egy szép környék, valljuk be. Ha jobbra mégy, majd mindjárt, akkor ott sokkal szebb házak lesznek. És utána csak azért, hogy téged meglepjünk, jobbra fogunk menni majd. Jobbra nem szabad menni, úgyhogy még egyet arrébb. Ó, de Isten, hát mi lesz itt? 30-as tábla van. De ott lesz, né? Na majd mindjárt meglátjuk. A tervezés. Unom ezt az egészet. Mindenkinek ki kell keverednünk innen Münchenből, rá 8-asra, aztán 99-re. És akkor én ebben a sorozatban voltam, az ne zavarja, hogy egész más van rámírva. Tudod, ezek a címkézők? Na mindegy, majd jobbra megyünk. Nem ismersz a Pallányt? Jobbra megyünk mindjárt. Azt mondja, hogy itt nem menjünk el jobbra. Arra teherre behajtani piros van. Azt mondja, hogy autópálya arra. Akkor megyünk arra. Jobbra, sokkal később, és egy kicsit később balra, és lesz még egyenesen is, de az a jobbra után van. Azt hiszem, de hát aztán majd még megnézem addig a térképet. Tudsz követni? Na, megnézzük akkor ezt a... Megkeressük azt a pályát. Mutatja nekünk, hogy autópálya erre. És ott már talán látod is. Esetleg mehetnénk lassabban. A második utcán, tessék, balra fordul. Én hallom, mutatja is, hogy autópálya balra. Jobb
jobbra, majd máskor megyünk, most balra. Semmi különös, csak végül is majd megyünk enyhén balra, de ez nem érdekes. Ez nem érdekes. Az emberek többsége nem szereti, állandóan pofázik a GPS, ezt akartam elmondani. Tartunk ki Münchenből, és aztán majd megyünk rá 99-re. És arról aztán majd a 8-asra fogunk rámenni. A másik felén. Mondja, hogy itt a 99-es, az nekünk jó, és akkor irány Salzburg-Nürnberg aréna, úgyhogy itt elmegyünk mi jobbra. Igaz, hogy a navigáció az vinne minket balra, de én most nem akarok minden keresztül menni, nincs kedvem. Szépen rámegyünk a pályára, aztán megkerüljük szépen München. Rácsülünk most a 99-re, és teszünk egy karikát München körül. Jobbra megjelent az. És érdemes egy picikét így balra húzni. Nem úgy, belenéz tükörbe és akkor, na, hülye. Szóval, balra tartunk. Allianz Arena. Tartsunk balra, az jó. Aztán itt balra tartva irány Salzburg, irány Ausztria. Megtennéd, hogy egy kicsikét lassabban mégy a kátyukkal. Hát irány a 8-as, 99-ről. Jobbra csalva. Fordulunk is rá a 8-as szám pályára, irány Salzburg. Van valami hobbi? Mit szeretsz csinálni? Horgász? Horgászásnál miért sok mindent tudják képzelni. Az ember ott ül, lógatja a kukacát és vár. És még akkor sem tud nagyon boldog lenni, ha fog egy halat, mert azért mai modern korunkban pusztán az, hogy halat fogtam, na és halnál undorítóbb állapot nincs.
nézd meg, üdös, nézd meg, sikos, feldolgozott állapotban, oké, de amire eljut odáig, én egyszer ütöttem agyon egy halat, azt hiszem az 4 óra hossza volt, amire végre megvolt el, és utána elkezdtem vágni a gerincét, és még mindig mozgott! Szóval, horgászni! Hát megkerültük Münchent, és akkor most fölmegyünk a 8-asra, és azon aztán Iszkiri, a tárig. A szerencsém van, átjutok Ausztria területére, ha nincs, akkor valahol a határ környékén fog elfogyni az időm. Jött fogok kiállni, pihenni. És megint az az érdekes eset áll elő, hogy normál munkaidőmhöz képest fog elfogyni a normál vezetési időm. Tehát körülbelül olyan 9 órás vezetéssel, 13 órás munkaidővel fejezem be a napot. Nem kell csökkentenem, nem kell 10 órát vezetnem. Teljesen optimális lesz a pihenőm, 11 órát tudok pihenni. Meg még lehet, hogy egy kicsit, mert igazából, hogyha most tudok menni még 2 órát, akkor a hátra lévő távolság az olyan 2,5 óra lesz. És akkor már nem is kell annyira kapkodni az indulással, 4 órakor ráérek 4:30-kor, de én azt hiszem, hogy akkor is elindulok 4-kor, mert ugye 60-azni kell az autópályát 5 óráig, és addig is haladjak, legalább megyek 60-nal. Úgyhogy most robogunk itt már van a 8-ason, irány a határ, irány szalad. Csodálatos a kép. Háttérben a hegyekkel, zöldülő fű, nagyon szép. Most menjünk lefelé a dombról, minden csodálatos panoráma nyílik a háttérben húzódó hegyekre. Kicsit párás az idő, ezért nem teljesen tisztán látszik, de nagyon-nagyon szép. Gyönyörű panoráma, és az ott a Kimzi, ott látszik végig, az ott a Kimzi. Most érkezünk oda nem sokára. Nem tudom, mennyire látszik majd a kamerán, de ott a tó végig. Megyünk oda be mellé. Amennyivel előbb megállok, annyival előbb tudok indulni.
hát úgy döntöttem, hogy akkor inkább oda megyek be. Ez egy csöndes kis hely talán. Nem lesz probléma belőle, remélem. Csak még egyelőre haladunk. Megyünk a határhoz első körben, azt utána meg folytatjuk tovább az A10-en. Érkezünk a határhoz. Még 1200 méter. Szembe oldal ellenőrzés, így van. Nyomra kellene tartani, jó? Mert aztán jönnek a nyilak, amelyeket felfestenek a betonra, és csak csodálkozik. Szép hajókat, újakat. Le vannak fóliázva. Itt pedig ugye ugasz van szembe oldalon. Látom, nem kicsi. Első gondolatom az volt, hogy idáig jövök el a határig, de hát úgy érzem, hogy tovább is el tudok még menni, úgyhogy megyek. És hajó. Most léptük a határt ebben a pillanatban, ettől kezdve Ausztria területén motorkálunk. És hát, ahogy gondoltam, én megyek Kuhsteinig. Az lesz a biztos. Gondolom, ott elég lesz. Még egy fél órányi vezetési időm maradt. Lenzből. Most van az, hogy majd aztán később fordulunk mindenfelé, meg sávot váltunk, meg ilyesmi. Jobbra kellene tartani egy picit. És ilyenkor úgy lehet csökkenteni a történetet, hogy ugye hiába állok meg mondjuk normál pihenőidővel, hogy kipihenem magam, és akkor 4 órakor indulok. Ugyanúgy 9 órát pihenek, és akkor akár 2 órakor tudok indulni, és csökkentett pihenőidőnek számít. Tehát az idővel lehet így játszani, és akkor gyakorlatilag nekem még van 2 darab csökkentett pihenőidőm a hétre, úgyhogy ezt akár ma, akár holnapra is ellőhetem, és akkor vége is van a hétnek. Itt aztán jobbra tartva irány az A10. Majd lesz egy ilyen fotó is, de nem tudom igazából. Én a helyedben mellesleg meggondolnám, hogy oda megyek-e abban. Valahogy az aurádon azt érzem, hogy nem akarsz oda menni. Nem lehet, hogy elutasítja az egész lényed ezt a dolgot. Úgyhogy mi lenne, ha továbbiakban nem is mondja? Itt rákanyarodunk az A10-re. És akkor Ursteinhez benézek, én az lesz a biztos. Az éjszaka. Ha megérkeztünk Kuhsteinhez, úgyhogy le is megyek. Aztán innen most irány a kút.
időm is maradt, úgyhogy meg tudom nézni. Van-e hely odabenn? Ha van, akkor szépen oda beállok. És vége a napnak, itt zárom. Elég volt mára. Visszaértünk oda, ahonnan reggel elindultunk. Ugye itt álltam meg tegnap este, és reggel innen indultunk. Most pedig, ha szerencsém van, akkor van a hely, és akkor szépen beállok. Itt álltam az út szélén, ez se volt rossz hely, gyakorlatilag nekem az is tetszett. Hát van hely rogyásig. Itt vannak a csodálatos parkolóhelyek. De szépen betolatok, visszaállok, aztán már zárhatom is a napot. Úgy akarok beállni, hogy esetleg tele lenne a parkoló, ki tudjak menni akármerre is. Még az sincs kizárva, hogy arrébb teszem még. Aha, meg ide akar vissza. Teszem én ide a kis autó mellé. Időben éppen belefér. Már nem is biztos, hogy arrébb teszem, mert hogyha még jönni akar valaki, akkor esetleg ő elmegy innen, akkor már mehet is. Itt már vége is a napnak nekünk. Elég volt mára. Köszönöm, ha ma is engem választottatok. Mindenkinek minden jót kívánok. A béke legyen veletek. Holnap folytatjuk.